Fogsz egy ilyet. Kicsit pandót. Jézus, és rövid? Nem. Itt van csak még felkonferálva. Hát, picit megfogyva ugyan, de ezt reméljük, hogy akik nem jöttek el ma, azok azért nem jöttek el, mert otthon az interneten néznek minket, és azért vagyunk kevesebben itt most a helyszínen, de köszöntök mindenkit. Utolsó előtti előadásához érkezett a csillagászati hónap sorozatunk. Tessék befáradni! No, tehát utolsó előtti előadásunkhoz érkeztünk. Mindenféle rémhírek szoktak időnként megjelenni a sajtóban, hogy hát most aztán itt a világ vége, hamarosan fejünkre esik a kisbolygó, vagy fejünkre esik az üstökös, hogy ennek mi is a szervuszbél. Hogy ennek van-e valami valóság alapja, erről fog a mai előadás szólni. Szeretettel köszöntöm körünkbe Mátis Andrást, a budapesti planetárium munkatársát, és fölkérem az előadás megtartására. Köszönöm szépen. Én is mindenkit üdvözlök, itt az ismerősöket is, és az ismeretleneket is, és olyan jó olyan helyen tartani egy kis beszélgetést, aminek a legalább a felét ismerem. Ugye, sőt, van, akit ugye egész pici korában láttam először, és most már megnőtt. Ebben az előadásban, hogy bevezette a Gyula, tényleg arról van szó, hogy mi esett a fejünkre féltéglán és világcserépen kívül. Kérem szépen, van mi a fejünkre essen, és az előadásban arról is szó lesz, hogy hogyan védekezünk ellen. Nem úgy, hogy az esernyőt kinyitjuk, hanem egész komoly dolgokra készülnek föl, mivel hogy már készültek eddig is, és lehet, hogy is van reális alapja annak, hogy föl fognak rá készülni. Az Apophis a végzett kisbolygója. Azért választottam ez a címet, mert ennek a kisbolygónak a történetén keresztül egész jól meg lehet világítani azt, hogy hogyan dolgoznak, hogyan derül ki, hogy egy potenciálisan veszélyes kisbolygóból változatlanul potenciálisan veszélyes kisbolygó lesz, bár a besorolása azóta már csökkent. Az ember, tudja mindenki, hogy a Földnek van egy vastag légköre. Szia! Ez a légkör megvéd minket sok mindentől, napocska gyilkos sugárzásaitól, egyéb káros kozmikus hatásoktól. Például ugye az apró, nagyon nagy tömegből keringő, napkörül keringő apró égitestek záporától is megvéd minket. Hát avval a szép látvánnyal, ugye, amit egy csillaghullás okoz, hát nekem ugye életemben egyik legszebb volt 1998. november 16-án hajnalban, ugye az a Leonida kitörés, amit a sajtómunkások úgy produkáltak, hogy tévedtek a csillagászok, meg nem tudom mit, ugye, hogy jól számolták előre, senki nem számolta előre, csak ugye nem hallgattak minket végig, mert mi mondtuk, hogy de előfordul ugye, hogy az a porfelhő nem egyenlő sűrűségű, nem az a porfelhő jön, tehát ez egész pontosan nem lehet kiszámolni, és elképzelhet, hogy előbb vagy utóbb lesz. Nos, a Leonida raj egy ilyen produkált. Ez is egy Leonida kép egyébként, nagyon szép, mindenki felismeri rajta Orion csillagképet, övének a meghosszabbításában a nagykutyát, kiskutyát, bikafejét, és itt van valahol a Leo, itt van a Regulus, itt van a Leo feje, és lehet látni, hogy ezek a meteorok innen indultak ki. Ugye az ember kimegy hajnalba, függönyön keresztül egyszer csak azt látja, hogy három tűzgömb 15 másodpercen belül, na akkor rögtön kimegy pizsomába, kutya örül, azt hiszi, hozza a gumicsontját a szájából, játszani akarok vele a fenét, hát nézek, 10 perc alatt ugye 40 valahány tűzgömb,
abból 28 szabad szemmel, és a többit meg onnan, hogy fölvillantak, mert azok mögöttem voltak, a ház mögött. És közben vértesből oda lehetett hallani a Teplicskinek az auvázását, ugye, mert volt egy akkora tűzgömb, amit szimultán láttunk valószínűleg, mert rögtön telefonos kapcsolatban. Tehát ez a látvány, ez azt jelenti, hogy a földi légkör véd minket. Ugye itt most egy pár szép amerikai nemzeti parkokban készült felvételt mutatok be. Hát próbáljon valaki a Magyar Nemzeti Parkban ilyen képet csinálni. Már elképzelhető, hogy van. Ja, tőlem nem látsz, bocsáss meg, csak nekem egy el kell érni. Úgy. Nos, az ember nézeget ott a Sirius, mint a Siriusból jön neki. Leonida. Az ember elcsodálkozik ezen, és közben ugye több embernek, és már elég régóta, ugye átfut a fején, hogy mi történne, hogy nagyobb darab jön. Ugye a nagyobb darabokat hívjuk tűzgömbnek. Ugye az előfordulhat, hogy ez 60 km magasan nem ég el teljesen. Darabokra esik, és ez a vagy egészbe, hogyha mondjuk vasmeteorit, akkor valószínűleg egészbe, és ez le is ér a föld felszínére. Hát ilyen volt a Piszkili meteor, ugye itt ez a hármas képen gyönyörűen lehet látni, hát több videófelvétel készült róla. Például éppen baseball meccs volt, és a néző, hogy nézte a baseball meccset, és észrevette, hogy ott repül valami, és akkor végigvette vele. Sajnos azt az animációt nem tudja berögzíteni, nagyon szép lett volna, meg túl kicsi lett volna a képen. Na most a szövegemet meg, ez nem a szövegem. Bele van keveredve. Valahogy úgy, hogy a szövegemet tudjam használni. Jó, megvan. Hát ezen a képen lehet látni, ugye, hogy a meteorit autó 1-0 telibe találta szépen, úgyhogy alatta találták meg, és egész forron ezt a darabot. Hát pontosan a méretét nem tudom megmondani, hogy hány kiló lehetett. Mindenesetre ugye múzeumba került, és be is bizonyosodott, ez a Piszkili hullásnak az egyik darabja. Hát látható a képen is, hogy több darabra robbant. De volt egy olyan kép, amit most nem láttam, a Sky Telescope-ban mutatták be, hogy a préri közepén áll az amerikai postaláda, és azt találta telibe egy ilyen. Szóval ez körülbelül annyi, mintha nem tudom, 5000 méterről ugye egy légyszemét próbálnám meg kilőni egy ilyen puskával. Tehát előfordulhat, hogy nagyobb darab is bemerül a légkörbe, és természetesen nagyon nagy darabok is leértek. Például 1972. augusztusában a Grand Teton, ez Wyomingban van, egy nemzeti park, nagyon szép hegyek, és ez a meteor, vagy mondjam azt, hogy tűzgömb, igen, ez a tűzgömb, ez körülbelül 556 km magasan keresztül ment a föld légkörén. Én tulajdonképpen kacsázott a föld légkörébe, és utána elhagyta, valószínűleg, hogy a pályája is megváltozott. Nos, hogyha ez netán lefékeződik, akkor ott Kanada őserdőjébe, nem pont akkora, de egy elég nagy, majdnem mind a Tunguz meteorhoz. Szervusz, a Tunguz meteorhoz hasonló jelenséget produkálhat. Hát ez annak idején 72-ben nem videó volt, viszont nagyon sok szuper 8-as felvételt, plusz fényképfelvétel készítettek róla. Annak idején a Magyar TV-ben is, meg mostanában néha azért bemutatják. Hát erről is egy nagyon szép videó lenne, csak ilyen picike volt, és ezt nem tudtam ére berakni. Természetesen nagyobb darabok is érhetik a föld légkörét, akár egy üstökös mag is, ugye gondolom, hogy erre mindenki ismer, emlékszik 1975-ben a West üstökös. Na most ezt a gyönyörű porcsóvát, ezt talán a Korsakis Attila látta nagy szalontán először egyedül, mert ugye ő olyan területen van, hogy semmiféle világítás nem volt ugye a határon túl. Nem akarták neki elhinni. Itt nagyon jól lehet látni, ugye, hogy maga az üstökös is tulajdonképpen egy olyan apró égítés, kicsit különbözik a többi égítéstől, azért, mert a közvet szemcsék vízjégbe, gázjégbe vannak beágyazódva, és ahogy közeledik a földhez, ugye majd mutatok egy olyan animációt, hogy lehet látni, eléggé elnyújt pályákon jönnek a naprendszer külső térségeiből. A Jupiter pályán belül kerülve a nap sugárzása annyira felhevíti az üstökös anyagát, hogy az elkezd párologni, sublimálni, és ez mint gázcsóva leválik, hát itt a gázcsóvát nagyon nem lehet megkülönböztetni, viszont a vízjégből, gázjégből, bocsánat, hogyha kicsit üljetek át, ja jó van akkor, kicsit így.
állítom. Vízjégből és gázjég, ugye az, abból kiszabadulnak ezek a közvetszemcsék, és ez a porfelhő eloszlik az üstökös pályája mentén, és hogyha ezzel a porfelhővel találkozik a Föld, ugye ezek a porszemcsék nagy sebessége belevágodnak a Föld légkörébe, a mozgási energiájukat átadják a légkör molekuláinak, ugye nitrogén és oxigén molekuláknak, és ezt a világító ion csatornát látjuk hullócsillagnak. Tehát nem az, hogy elég maga a porszeme, valóban elég, tehát az olyan picikának az égését nem lehet látni. Na most ugye hát itt így születnek a hullócsillagok. Maga az üstökös mag is olyan, hogyha netán mégis a Föld közelébe kerül, és úgy tűnik, hogy került is, 1908-ban a Tunguz meteorról feltételezik, hogy az egy üstökös mag volt. Ugye belevágodott a Föld légkörébe, és körülbelül 7-8 km magasan teljesen szétrobbant, úgyhogy hát nagyon későn tudtak csak oda menni kutató expedíciók, gyakorlatilag nem tudtak azonosítani darabokat. A nyomait viszont igen, mert több száz négyzetkilométeren szépen kidöntött a fákat, hát erről majd lesz majd egy pár képen. Na itt jól lehet látni a gázcsóvát, ugye a Hale-Bopp üstökös, erre megint mindenki emlékszik, még a kisebbek is, ugye 1995-től egész 96-ig, tehát sokáig lehetett figyelni, és ugye 96 tavaszán viszont gyönyörű szabadszemes volt, hát élvezhettük, az ember kiment, hát van, jó van, akkor megszoktuk, ráadásul gyönyörű idő volt, ugye már olyan fényképek is készültek, ugye, hogy a fogom így az üstököst, Varkánál fogva, hogy mit tudom, én már ilyen képeket csinálgattam én is. Kár, hogy nem raktam be, csak viában van, nincs beszkenelve. Itt nagyon jó meg lehet különböztetni ugye a gázcsóvát és a porcsóvát. Na most a Hale-Bopp üstökös viszont elég komoly kisbolygó méretű volt, mert úgy emlékszem, mint a 90 kilométeres magja lehetett volna. Fényes volt, ezért volt fényes, pedig nem volt közel, mert azt hiszem a Föld közelpontja is kb. 190 millió kilométerre volt. Tehát, szervusz. Tehát távolabb volt, mint mi keringünk a naptól. Hát ezt gondolom mindenki ismer, a Giotto szondának a felvétele, egy üstökös mag működéséről, ugye ez a Hale üstökösnek a magja. Nagyon jól lehet látni, hogy egy egészen sötét, ilyen krumpli alakú valami, és innen ugye szabadulnak ki a gáz kilövelések, jetteknek mondják csúnya szóval. A Hale-Boppnál például nagyon érdekes volt, hogy elég gyorsan forgott a tengelyek körül, aki látta itt amatőr csillagászok között távcsővel, emlékszik rá, hogy ilyen érdekes volt a magja, hogy egy ilyen spirál alakba hagyta el az anyag. Tehát a belső része a kómája ilyen spirál alakú volt, hogy forgott, és ezek a jettek azik ilyen spirál alakot vettek föl. Na most hát egy ilyen méretű, mint hát ez is ugye kb. 8 km-re hosszabb, része a Hale-Boppnak, tehát ha a Földdel ütközne, akkor bizony elég komoly kalamajkát okozna, és hát valamikor okoztak is. Ugye kb. 65 millió évvel ezelőtt történt egy olyan becsapódás, ami kb. 1 millió év alatt, a későbbi hatásai alapján kb. 1 millió év alatt, de a nagytestű dinoszauruszok ugye hüllők kipusztultak, és csak a kis élénkebb ezt a katasztrófát jobban kibíró emlősök szaporodtak tovább, ugye azért vagyunk mi most emlősök, és nem dinoszauruszból fejlődött emberek, de nagyon csúnyán is néznénk ki, sajnos. Ez érdekes, hogy feltételezik, hogy a mexikói öbölben, illetve a Yucatán félszigetnek itt az északi részén találtak nyomokat, ilyen 180 km átmérője feltételezik az átmérőjét ennek a krátermaradványnak. Ez a Yucatán félsziget északi részé van, és Chicxulub, igen, mert X betű is van benne, tehát Chicxulub kráternak nevezik. Érdekes, itt lehet látni egy űrfelvételen, be van jelölve a kráter falnak a romja vagy maradványa, tehát gyakorlatilag alig lehet észrevenni, viszont a felszín alatt, illetve a tenger fenekén nagyon jól lehet követni a becsapódási nyomot, tehát ez lenne az a bizonyos kráter maradvány. Ugye 65 millió évvel ezelőtt egy sok százezer tonnás égites darabka becsapódott, anyagokat dobott ki, ezeket az anyagokat körülbelül
akár 1000 vagy 1500 kilométer távolságra is megtalálták, amivel bizonyíthatóan ebből a becsapódásból származott. Akkor kicsit a kontinensek másképp helyezkedtek el egymáshoz, de ezt jól lehet követni. És hát mit okozott? Rendkívül egyrészt az, hogy nagy hőenergia felszólalás volt, kőzet, szemcsék, porfelhő emelkedett fel a felső légkörbe, ez elterjedt az egész föld felszínén, létrehozott egy, úgy mondják, hogy nukleáris tér, bár ennek semmi köze nincs ugye az atombombához. Gyakorlatilag a besugárzás megszűnt, először nagyon magas lett a hőmérséklet, utána lehűlés történt, és ezt a hüllők szegények nem bírták. Egyrészt enni se tudtak, tehát élelmiszert sem találtak, és valamilyen módon ugye hát a apróbb élőlények, mint például az emlősök is azért túlélték valamennyire. Na most feltételezhető, hogy a Föld körülbelül 250 millió évenként találkozik ilyen nagyobb égítés darabokkal. Ezt arra is lehet gondolni, hogy úgy kezdkedünk el a galaxisnak a spirálkarjába, hogy körülbelül 250 millió évenként találkozunk egy olyan sűrű területtel. Maga a Föld tulajdonképpen, illetve a naprendszer egy ilyen gyakorlatilag pormentes buborékba helyezkedik el a spirálkarba. Ez annak köszönhető, hogy valamikor, amikor keletkezett a naprendszer, egy szupernova robbanásnak a lökés hullámfrontján jött létre, és egy másik szupernova robbanás pedig ezt a maradék anyagot még jobban kisöpörte. Tehát ez körülbelül egy ilyen hosszúkás, olyan 800 fényév átmérő, elég hosszúkás alakú üreg, amiben körülbelül 400 vagy 500 csillag van, és hát nem pont a közepén vagyunk, mert miért lennénk mi a közepén, ugye? Pár ember azt gondolja, hogy ő ott van. De mindesetre nem találkozunk ilyen porfelhőkkel nagyon sokáig, és ez nekünk is sokat számít, ugye? Mert hát igaz, hogy mi már nem nagyon fogunk törődni vele, hogy mi történik, nem tudom, 1 millió, vagy 2 millió, vagy 10 millió, vagy 1 milliárd év múlva. De majd a köbükik azok talán majd foglalkoznak ezzel a problémával, nekünk egyre nem probléma, de minden esetre különböző geológiai kutatások alapján gondolnak arra, hogy 250 millió évenként ilyen nagyobb becsapódások voltak, és azt is lehetne mondani, hogy nagyobb kipusztulások is. Bizonyos primitív élőlények még régebben a tengerlakók közül is történt, tehát ki lehet mutatni ilyen kipusztulásokat. Földön azért nagyon sok ilyen maradványt lehet látni. Szervusz! Nagy találkozások történnek. Ugye az ember ott áll, és nem is sejti, hogy egy meteorkrátert lát. Tetszik látni, hogy ez egy meteorkráter? Ezt elárulom, mert minél messzebb megyek, ugye annál jobban észre lehet venni. Ez a Bellinger kráter Arizonában. Annak a közepe, egy kicsit távolodok tőle, ugye már jól látom a kráterfalat, ez kb. 1200 átmérőjű, és kb. 175 méter mély. Ugye száraz területen van, ugye nagyon jól megmaradt, és egy űrfelvétel is róla. De hát aki ismeri a Google-nek ezt a térkép programját, meg is keresheti rajta. És nem csak azt keresheti meg, hanem azt a Szentkirály szabadjától keletre, Veszprémtől délre lévő, illetve nyugatra is Veszprémtől délre lévő 800 méteres meteorkráter maradványt, amiről azt hiszem mostanában valamelyik életi tudományban lehetett olvasni. Még a Keszthelyi azért ugye hirdette, hogy nem ő fedezte föl, sajnos. A múlt században is, hát már nem mondhatom azt, hogy a mi századunk elején, ugye múlt század elején történt 1908-ban, hogy távoli Szibériában, Köves-Tunguszka folyó mentén egyik reggel ugye egy nagy fényes tűzgömb megjelent, és jóljás nagy robbanás történt. Összesen talán egy haláleset volt, egy öreg pásztora megijedt az ijegységtől, halt meg. Volt, aki csak a földobott a levegőbe, rénszarvasok pusztultak el, ugye hát ott, hogy rénszarvas pásztorok voltak nagy részén. És ez legendákban élt továbbiakban, mert ugye különböző okok miatt nem tudtak olyan messzire expedíciók elmenni. Kulik nevű professzor 1924-27-ig jutott el oda, és krátert nem találtak. Érdekes az, hogy ugye a fenyőfák azok egy ilyen sugárirányba kivoltak dőlve kb. 80 km átmérő területen. Érdekes lepke formájú volt ennek a kidőlésnek, ez majd fontos lesz a későbbi vizsgálatok alapján. Itt van egy jobb felvétel. És hát mindenféle legendák szóltak erről, ugye, hogy a antianyag,
akkor valamilyen UFO robbant föl, akkor beszéltek ilyen valami nukleáris robbanásról, ugye olyan hajtóvő, semmiféle egyébként ilyen radioaktív nyomokat nem találtak, pedig kellene még most is találni, tehát gyakorlatilag 98 éve történt, ha jól számolom. Jól számolom. Érdekes volt, azt tévében is lehetett látni, hogy volt egy pétervári fizikus, aki még a számítógépes időszak előtt csinált egy kísérletet arra, hogy próbálta megállapítani, hogy pontosan hogyan történt a Tunguz esemény. Ez úgy nézett ki, hogy egy körülbelül egy ilyen 10 négyzetméteres területen felépített egy makett erdőt, ezt úgy kell elképzelni, hogy drótok, és akkor tetején valami nehéz, úgy nézett, mint a fák, tehát ott álltak, ez egyenként ők kiegyenesítgette, mutatták is, hogy valamilyen hídszerű valamin ott ment és egyenesítgette, és akkor egy dróton robbanóanyagot különböző szögirányokba indított el, és megfelelő magasságba fölrobbantotta, és vizsgálta, hogy milyen nyomokat hagy a robbanóanyag. És sikerült neki egy olyan szöget és egy olyan robbanási erőt megállapítani, illetve produkálni, ami pontosan ugyanazt a formát rajzolta ki, mint a fenyőknek a kidőlés a Tunguszkánál. És ugye hát itt kiderült, hogy egy 7-8 km magasba történt a robbanás, és valószínűleg egy üstökös mag lehetett, ugye nagy jégtartalmú kőzetszemcsékbe ágyazott üstökös mag. Még azt is gyanították, talán az Encke üstökösnek egy darabja. Gyakorlatilag azért nem vették észre, mert egy olyan pályán közeledett, hogy nappal volt, tehát a nap irányából. Mostani technikával azért már előre lehetne jelezni ezt valamennyire. Na most elképzelhető, hogy nem ez volt az egy ilyen nagy becsapódás. Nem találtam sajnos a forrás, de valami olyasmit hallottam, illetve olvastam valamikor, hogy a 30-as években valahol a Amazonas környékén, benne az őserdőkben is történt egy hasonló becsapódás. Csak évtizedek múlva egy misszionárosnak a feljegyzéséből találtak rá utalást, és oda mentek, hogy az őserdő teljesen benőtte. Azt tudjuk, hogy elég régóta, mióta két nagy hatalom ugye űrtechnikával foglalkozik, nekiálltak egymás után egymás ellen kémkedni. Ezt megtették a szovjetek is, megtették az amerikaiak is, hogy a mesterséges hódakat bocsátottak föl, hogy egymás rakétaindításait és nukleáris kísérleteit figyeljék. Ezeknek az eredményei sokáig titkosak voltak, és szintén a múlt század vége felé, a 90-es évek közepe táján nyilvánosságra hoztak egy amerikai mesterséges holdrendszernek az adatait, ahol nagyon érdekes, kb. 175 olyan nagy felvillanást észleltek a légkörbe, aminek a energia felszabadulása ugye TNT-be megadva nagyobb, mint ugye kilotonnával, vagy megatonnával megadva, nagyobb, mint egy kisebb atombombájé. Na most erre a szorgalmas sajtómunkás megkérdés, a sugárzás nem ért lapodra, és akkor az emberi bután nézve, milyen sugárzás. Hát azt mondta, hogy TNT meg. Jó, mondom, de hát annak semmi köze nincs. Azért az atombombánál azt mondják, hogy az is nem tudom hány tonna trinitrotolónak a robbanási energiájával megegyez, az nem lehet, hogy sugárzás van. Ugye ez volt a legenda, amikor Jupiterbe becsapódott a Schumacher-Levy 9-es üstökös, ugye nem tudom, 21 darabba osztva, és ott is, hogy hány kilotonna vagy hány megatonna volt az energiafelszólás, és akkor egyből megjelent az újságba, hogy a jó sajtómunkások dolgoztak, de a sugárzás nem biztos, hogy eléri a Földet. Na, milyen sugárzás? Így nézzünk rá hülyén, hogy érezze ő is, hogy most valami olyasmit mondott. Többek között volt olyan eset, hogy az Indiai óceán déli része felé nagy magasságban észleltek egy ilyen óriási nagy fölvillanást, tehát tulajdonképpen egy nagy infrarobbanás volt, és elterjedtek azok a hírek, hogy voltak ilyen legendák, hogy állítólag a Dél-Afrikai Köztársaság és Izrael közös ilyen atomkísérletet hajtottak végre, mégpedig egy messzehordó ágyúval, amelyik atomlövedéket lőtt föl. Na most létezett ez a messzehordó ágyú, erre szó is volt, hogy nem tudom Kanadában, hogy honnan csempészték az alkatrészeket, és ugye megtörtént ez a nagy felvillanás, és ugye elterjedt a hír, hogy ők nekik, tehát Izraelnek és Dél-Afrikának a közös atomkísérlete volt, ők meghallgattak, hagy higgyék azt, hogy van nekik, ugye, hát zsebre van a kezem, mert mi nem lehet tudni, hogy mi van benne, boxere vagy cukorka. Nekem általában cukorka volt régebben. Igen, tábori.
De hasonló volt egy csendes óceán fölött, ahol szintén egy nagy robbanás, az voltak tanúi is, a japán halászhajók, meg rögtön megijedtek, mert emlékeztek arra 1950-es esetre, mikor egy a japán halászhajó bekeveredett egy amerikai hidrogénbomba kísérletnek, nem a kellős közepében, mert akkor nem tudtak volna róla beszámolni. Egy kicsit odébb, de így is elég komoly sérüléseket kaptak, hát itt semmiféle sérülés nem volt az ijegységen kívül. Vagy bizonyíthatóan, hát ezeket tényleg most azért megpróbálok utána keresni az interneten, de nem sikerült fél év alatt sem, hogy olyan csunamikat állapítottak meg, olyan csunamik jelentkeztek egy-két helyen, hogy nem volt neki magyarázata. Nem volt föld alatti vulkánkitörés vagy földrengés, ugye mind, ami szintén majd fogok róla beszélni egy kicsit, témába esik. Valószínűleg, hogy egy nagyobb égites darabka, ami le is ért a föld felszínre, illetve nem a föld felszínre, hál' Istennek, az óceán felszínre, és nagy locsanást okozott, és ennek a nyomait lehetett látni. Tessék? Locsan. Nagy locsanás, igen, ezt mondtam. Na most ugye természetesen hát a földön ugye különböző a légköri meg a egyéb hatások ugye elmossák ezeket a krátereket, de azért körülbelül 130 nagyobb krátert a föld felszínén meg lehet találni, most már büszkék lehetünk, Magyarországon is van egy, sőt régebben is azt hiszem Magyar Polány Ajka környékén is feltételezték, hogy mintha lenne egy nyom, de az nagyon el van mosódva. Ugye hát természetesen a szomszédunkon, ugye a Holdon rengeteg kráter van, hát végig lehet követni szegénynek ugye az életét, hogy ezek az óriási nagy becsapódások, kár, hogy nem ott lehet látni. Óriási nagy becsapódások, ugye, amit mi holdtengereknek neveztünk valamikor, ugye az óriási síkságú, mint becsapódások voltak. Ez is egy nagy becsapódás nyoma, több milliárd évvel ezelőtt lehet követni. Ugye itt is lehet látni, nagyon szép, ez a központi rész. Ugye vagy ez egy egész fiatal tihókráter, és a jellegzetes ugye a kidobási sávok. Sőt, itt van egy olyan sáv, tessék megnézni, ami körbe megy egészen a Holdon. Még a túloldalon is lehet követni. Vagy például a Kopernikusz kráternál, vagy a Kepler kráternál is nagyon szép. Ezek fiatal kráterek nagy részt. Többiek meg eléggé, ugye nagyon sok van, ami olyan romkráter, tehát eléggé el van mosódva már. De minden esetre a szomszédunknak, ugye kedvenc holdunknak a felszínén is most is vannak becsapódások. Ugye megyek közelebb, aki emlékszik erre, hát erről se tudtam igazán animációt, milyen jó lett volna a filmet. Megyek közelebb a hold felszínhez, és mindig ugyanakkor a krátereket látok. És lenn vagyok, már egy méterre vagyok, és még mindig ott vannak a kráterek. Tehát egész mikroméretig ugye lehet követni. Nagyon szép felvételek vannak erről, hát itt csak egyet mutatok, hogy az Apollo 11 éppen száll lefelé, és ez volt az a bizonyos híres, hogy nem is jártak a Holdon, mert ugye hát ekkora árnyékot hogy lehet látni a Holdon. Ez nem árnyék, hanem maga a valódi fúvókat csak a Holdkomp árnyékában van. Ott jól lehet látni egy kráter, és ott is távolban, mint a pattogna, azon gondolkoztam, hogy ezek a Messier kráterek, de azt hiszem nem. De itt van egy sorozat, tessék megnézni, hogy megsorozta látni. Itt ott mutogatok állandóan, ez is egy egész fiatal kráter, tehát nincsen belseje feltöltve. És itt egy szép sorozat. Végig sorozta valami üstökös darabka, vagy apró égites darabka hold felszínét. Ugye hát, miről híres ez a kráter? Ebbe találták egy B-29-es bombázónak a izmét. Ugye hát ez 90 kilométeres, úgyhogy az legalább 70 kilométeres volt a bombázó, így bele volt másolva. Ez egyébként pont a Holdnak a túloldalán van a Daedalus kráter. Egy nagyon szép példája, központi csúcsnak beomlott kráterfalak. Ugye hát ez meg úgy tűnik, mint a vulkánikus tevékenység, mert pont így találja el, az kicsit szerencsésnek kell lenni, de úgy látszik, úgy találta el. Tehát lehet, hogy vulkánikus eredetű is. Ugye Hédervári Péter volt az, aki nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy nem csak becsapódási, hanem tektonikai dolgok is felszabadultak, tehát ilyen vulkánikus tevékenység alapján is jöttek létre. A dómok azok igen, azok úgy jöttek létre a Holdon. Na, ez amit sajnálom, hogy animációt nem tudtam szerezni, hogy Leonida időben ugye becsapódik egy kráter felvillanás. Nagyon szépen lehetett látni egy sorozatfelvétel. Tehát most is érik el meteorok, potyognak oda meteorok, és azok bizony biztos csinálnak csak ilyen kis picike krátereket, ilyen kis aranyosakat. Hát a többi égitestet tulajdonképpen nem is raktam be, ez a Marson van egy gyönyörű felvétel. Ez a bizonyos mosoly, a Galle. Vagy Galle kráter, csak ugye a gyönyörű 3D-s felvételen. Hát akár melyik égitesten végigmegyek, ugye, amin le lehet látni a felszínnél, ott mindenhol találhatok becsapódási nyomokat, ugye, mert
4-5 milliárd évvel ezelőtt ez eléggé általános dolog volt. Hát itt vannak a nagy krátereknek az elhelyezkedései. Föld felszínén körülbelül 120, de körülbelül 300-at ismernek, azok kisebbek. És mint mondtam, hogy néha az ember észre se veszi, hogy egy kráternak a peremén áll, vagy egyáltalán egy kráter, ami növényzettel be van nőve, ott egyáltalán nem. Nagy részt ilyen sivatagos területeken viszont azért észre lehet venni. Ugye ez a kráter messziről. Elég szép példája földi krátereknek. Ugye ez vízzel van feltöltve, ez egy kanadai nagy becsapódás. Ott Kanadában nagyon sok ilyet lehet látni. Ez a Csádban egy közelebbi, a nagyobbi kráter, de ez is egy kráter sorozatnak a darabja, ugye, amit lehet látni többet. Lehet, hogy pattogott itt végig. Hát ezeket a nagy részen vagy légifelvételen, vagy űrfelvételeken lehet észrevenni. Ez Ausztráliában a Gosses Bluffnek hívják. Ez is olyan szép, a vörös sziklás, mint az a bizonyos Éri Rock, hogy oda járnak, most már oda is járnak a turisták, hogy nézzék naplementéből, milyen szép vörösen világít. Ezt meg nem is olyan régen találtak Egyiptomba, a Szaharába. Ez talán a legnagyobb méretű, több mint 200 kilométer átmérőjű, nagyobb is. Ugye a központi részt azért, mert valamennyi részre lehet venni, meg a kráterfalnak a romjait, és azért elég jól lehet követni a kráterfalnak a nyomát. Hát pontosan nem tudom megmondani, hogy sajnos ez körülbelül hány éves lehet, de biztos, hogy pár millió éves. Na most van-e a mostanában ilyen veszély, hogy kisbolygók nekünk jöjjenek, ugye, és ilyen gonoszan közeledik az Eros kisbolygó hozzánk, ugye, és ettenkedik ott valahol a bolygó közi térbe. Hát az Eros valószínűleg az nem lesz ilyen veszélyes. Ugye, hát egy-két felvételt mutatok, Gaspra Ida holdjával, tessék megnézni, a kisbolygónak egy még kisebb holdja van. Itt a kis összehasonlítás az Ida, a Gaspra és a Matilde nevű kisbolygó. A nagyobbak azok már kezdenek közelíteni a gömbalakhoz. Maga a második legnagyobb a Jupiter-Mars közötti övezetbe, a Vesta sem igazán gömbalakú. A Ceres még talán, de arról csak radarképek vannak, igazán fénykép nincsen. Hát mihez hasonlítanak ezek a kisbolygók? Krumplihoz. Jó nagy krumpli verem ez a naprendszer. Nos hát, érhet-e minket ekkora katasztrófa, hogy egy ilyen kisbolygó így becsapódik? Ez egy kicsit túlzás ez a felvétel, na de el lehet képzelni, hogy a dinoszauruszok bizony, akár még az ilyetükbe is kipusztulhattak volna, nem csak a hatások miatt. És hát... Ugye utóbbi időkben egyre jobbak az észlelési technikák, és egyre több kisbolygót látunk. Tessék megnézni, ez a Földnek a pályája, itt van a Föld, és ezek pedig a Föld közelítő kisbolygók. Úgy mondják, hogy földsúroló. Na Isten ments, hogy súrolja a Földet. Általában földsúrolónak azokat hívják, amelyik körülbelül 1,7 csillagászati egységre, tehát körülbelül 195 millió kilométernél közelebb megközelítik a Földet. Hát ebben a méretben talán a holdpálya is benne van. Itt majd lesz egy kettő, az egész közel jön, tehát igencsak le kell rántani a fejünket. Ott az a zöld is. Volt egy piros is, mind a semmi. Hopp, az a zöld is, hogy elment ott, tessék megnézni. Hopp, na, ez a piros. Hú, de veszélyes volt. Ez egy 2 éves intervallumban mutatja a közelieket. Ezt kicsit megyünk távolabbra. Ennek úgy örülök, hogy ezek az animációk működnek. És tessék megnézni. Itt minden színes pötty egy kisbolygó. Itt ez a Mars pályája, ugye a Mars és a Jupiter között van a fő kisbolygó övezet. Jóformán meg se lehet őket különböztetni. Hát több 100 000 van, ugye gyakorlatilag most már valahol 140 000-nél tartanak, vagy 150 000-nél a név a katalogizálásnál. Ugye szerencsétlen Pluto is valami 130 000 valamit kapott. Puskás öcsi az kisebbet kapott, valami 80 000-eset, ugye Aurél bácsi valami 40 000-eset. Tehát most már azért a maga a katalógusban talán 300 000-nél tartanak. A kék négyszögek azok üstökösök. Tehát ezzel adta, nem tudom, pár év alatt újra elindítom.
Jó, el is indult magától. Pár év alatt ugye ennyi üstökös keveredett be, tehát földközeli kisbolygók, és vannak a PHA, a potenciálisan veszélyes kisbolygók. Azok, amelyik 5 millió kilométernél még közel. Tehát van bőven belőlük, Attilak még 3000-et kellene megismerni, és talán 300 vagy 800-nak van a pályája pont számolva. Az igazságot látni, hogy rendkívül sok ilyen apró égitest van, és hát nem csak a nagy bolygóknak a perturbációs hatása, de a zavaró hatása, hanem egymásra is vannak hatások, és nagyon hosszú évekre nem lehet kiszámolni a pályájukat, tehát már kaotikus lesz a mozgás. Ezért például akár 100 évre, vagy 200 évre már nem nagyon számolnak előre. Meg az az igazság, hogy 100 év múlva, vagy 200 év múlva minket abszolút nem érdekel, már megint ezt tudom mondani. Na most ez is érdekes, tessék, mert ez itt a Jupiter pályája, és mi lehet ez a két nagy csoport? Itt van a Jupiter, és tőle 60 fokra, ugye a két Lagrange pontban, 4-es, 5-ös úgynevezett Lagrange pontban vannak a trójai. Trójai, a Földnek is vannak ilyen trójai kisbolygói, sőt, a Holdnak is, ugye úgy ismerjük őket, a Kordereszki féle porthold-nak, akik szintén a Hold pályáján keringenek, sejjék közel. Tehát itt vannak a Föld közelítők, tehát a belső részen a veszélyes kisbolygók, a fővezeti kisbolygók, a trójaiak, és az üstökösök. Ugye vannak... Na kérem szépen, itt van a Plutó. A fehér színűeket hívják Plutinóknak, mert ezek tó pályáján keringenek, tehát Neptunusz, hogy tessék megnézni, itt ugye 70 ér, akkor lép ki. Szintén az üstökösök, ugye zuhannak be a nap. Néha lehet látni, hogyha még egyszer elindul a sorozat, hogy ugye egy bizonyos időszakban vizsgált üstökösökről van szó, és mind egyszerre jönnek be a belső részbe. Ugye, és ezek pedig az úgynevezett Kuiper objektumok, ugye hát, amit mostanában. Ezek közül is a legnagyobbak miatt szegény Plutót megfosztották a nagybolygó címétől, és lett belőle törpe bolygó, és például nem is az egyes sorszámot kapta, hanem a 130 ezer nem tudom hányasat. Szegény Plutó, sajnálom. A másik eladásomban ott a Plutó kutyával mutattam, hogy szomorú a Plutó kutya, vagy nem emiatt. Tehát ezek itt a úgynevezett Kuiper övezet kisbolygóját, ebből is most már egyre többet látnak. Igen, hát itt egy pár olyan kisbolygó, ami a Hold keringési pályáján belül került. Tessék megnézni, távolság a Föld középpontjától van 249 ezer, ugye a Földnek, vagy a Holdnak a pálya 384 ezer kilométer közelítőleg, tehát átlagban ugye körülbelül ennyi. 249 ezer, 2028. 37500, ez az Apophis. 37500, 29 április 13-án, ugye ez már utóbbi számítások alapján készült. Apophis 2036-ban, aha, itt van, amiért ezt elkezdtük, ugye, ki nagy kérdőjel. Ja, akkor van egy 198.240, 300.390.000, ugye ez a 99 IN 10-es, ezek a felfedezés éve is, ugye, és egy sorszám. 2027. augusztus 7-én, ugye 390 ezer, ez nagyon, ha a Hold éppen arra van, akkor nagyon közel lesz hozzá, de minket most ez a két adat izgat. Na most 1999-ben Torinóban az IAU-nak, Nemzetközi Csillagászati Uniónak egy bizottsága elkezdett foglalkozni ezekkel a veszélyekről. Fejlődtek a észlelési technikák, egyre több kis bolygót találtak, ami veszélyes lehet a Földre, és különböző előjelzésekkel, veszélyelhárításokkal, veszélycsökkentésekkel, hogy mondják, légoltalommal kell foglalkozni, ugye a hatásoknak a elkerülésre, tehát katasztrófa előjelzések és lehetőségek miatt ugye meghatározták a különböző energiával, különböző szögekből érkező, illetve átmérő kisbolygóknak a becsapódási gyakoriságát. Ugye itt fönt azt mondja, hogy a becsapódások száma 100 évente, ugye az átmérőben lehet látni, ugye, hogy ez méterben van megadva, tehát fél méteres, egy méteres, hát ezekből tűzgömbök lesznek, ugye, vagy esetleg szétesik és leesik, és a nagyobb kisbolyók ugye robbanási energia nagyságban TNT-be, tehát 10 vagy 100 TNT, ugye 100 évente, 10 évente, itt valami tévedés van 0,1, tehát az inkább hosszú időszakokra kéne osztani, hogy nagyobb becsapódásoknak a gyakorisága hogyan történik.
Ezt a később, illetve hát akkor a torinói skála alapján, itt azt hiszem jobban jelezték, tehát a becsapódás valószínűsége, ugye egy 100 000 százaléktól egészen 99%-ig, illetve 100%-ig, vagy az átmérője, ugye 10 métertől egész 16-ig, tehát 1 kilométernél tovább 1000 kilométerig az átmérő, és a robbanás energiája. És hogy mit okozhat? Ugye nagy átmérjű kis bolygó, nagy valószínűséggel ugye 10-es fokozatot kapna, globális pusztítást okozhatna, vagy regionális, tehát egy mondjuk egy fél magyarországnyi, vagy lokális, tehát egy budapestnyi pusztulást okozhatna, vagy itten ilyen veszély nincsen, alacsonyabban. Itt eddig a legmagasabb kategória 4-es volt, a következő képen jól lehet látni, és ez pont ez a szegény Apophis kapta az első pillanatokban, tehát amikor felfedezték, ugye közel találkozás 1% körüli esély becsapódás regionális méretű rombolás, tehát ez a 1929. április 13-ai esetleges ütközésre vonatkozik neki. Most már egyébként visszamen nullára, tehát a ütközés valószínűsége elhanyagolhatóan kicsi, vagy esetleges ütközés hatástalan. Ugye itt a színek is fontosak, fehér, gondos megfigyelés igénylők, a zöld, nyugtalító, ez a sárga, mi ez? Világossága, sötétsárga, fenyegető események, és a biztos ütközés pedig a vörös, ugye hát ez lenne a legveszélyesebb. Ez a úgynevezett torinói skála, van még egy palermói skála elnevezésű, de azt nem egészen értettem, úgyhogy hát arról nem beszélek. Hát elérkeztünk az Apophishoz, 2004 júniusában vették észre ezt a kisbolygót, mégpedig a Mauna, nem Mauna Kea, hanem na mindegy, a Majar távcsővel, 4,4 méteres távcsővel, aminek egy kicsit más volt a feladata, tehát nem egy közeli veszélyes kisbolygót kellett volna neki találni, hanem a külső Kuiper-övezetnek a kisbolygóit kutatta. Később elveszítették, és az év decemberében találták meg újra, közben bevetették az Arecibo-i távcsővet is, ugye tudjuk, hogy ez a világ legnagyobb, ugye 300 méteres, jól működő rádiótávcsöve, ugye Puerto Rico-ba egy völgykatlanban van beleépítve, és itt van az antenna, tehát itt tudják mozgatni az antennát. Ez az a távcső, amit a 60-as években kifejezetten azért építették, ugye, hogy a kontaktus, tehát a SETI programban kontaktus a idegen civilizációkkal, amit azóta ugye már lecsökkent arra, hogy kutatás idegen civilizációk után, de mindig, még mindig ez a távcső jelenleg az egyik fő ilyen munkája, ez a feladata ugye kutatás idegen civilizációk után, de többek között ilyesmit is felhasználják, például akár kisbolygókról készítenek, tehát radar üzemmódban is tudják használni, tehát kisbolygókról is készítenek radarképeket, vagy egy megtalált kisbolygónak pontosítják a pályáját. Ugye hát azóta aztán több felvétel készült, decemberben derült ki, hogy érdekesen alakul majd ennek az Apophisnak a pályája, ugyanis amikor itt van a profil, tehát lehet látni, hogy egész közel Vénusz pályán megy, megközelíti a Föld pályát. Ez úgynevezett Aten csoportba tartozik, és van egy rész a pályának, ugye, ahol metszi a Föld pályát, tehát abban az esetben, hogy a Föld és az Apophis egy helyen van, akkor akár ütközhet is. Ez a 2005. szeptember 6-ai helyzet, ez egy nagyon jó animáció, csak a sajnos interneten keresztül lehet megnézni, nem lehet lementeni. És ugye arra jöttek rá, hogy elkezdtek számolgatni, hogy 2029. április 13-án nagy valószínűséggel ütközhet a kisbolygó a Földdel. Hát április 13-a milyen napra esik? Péntekre! Hát péntekre esik. Április 13-a péntek. Na, ugye egyből megkapta a 4-es besorolást, és közben megtalálták egy márciusi fényképen is, pontosítani tudták a pályát, úgyhogy visszament 1-esre a besorolásra neki, de közben a veszély megmaradt, tehát hogy nagyon közel jön a Földhöz, mégpedig ugye 30 000 kilométer, ami azt jelenti, hogy sérti az emberi civilizációt. Miért? A technikai civilizációt, ugye, mert 36 000 kilométerre vannak a geostacionális holdak. Tehát azon belül kerül. De most megkapta az Apophis elnevezést, ugye az egyiptomi mitológiába minden teremtetnek a ellensége, aki a sötétben él, ez a kígyó, és amikor a Ré Namisten, vagy a bárkáján leszáll a
nyugaton az alvilágba, akkor ő próbálja meg elpusztítani, megissza az összes vizet, hogy száradjon ki. Igen ám, csak Rének a bárkáján elől ott áll szét, és ő meggyilkolja a kígyót, illetve Vörös Kandúr képében elvágja a nyakát neki, és ennek a Apophis kígyónak a vére festi vörösre az eget, mikor lenyugszik a nap, és hajnalban is, úgyhogy ez biztosítja azt, hogy reggel föl kell a nap, ugye, és megint végigmegy az égi bárkáján. Tehát ő a minden teremtetteknek az ellensége, és azért kapta ez a szerencsétlen kisbolygó az Apophis elnevezést. Egyébként 2004 MN4-es neki a száma, és a katalógus jele, és a sorszáma pedig 99.942. Ezt azért tudom, mert most megnéztem az elejét. Tehát milyen szép legenda tartozik hozzá. Tehát kérem szépen, ez minden teremtésnek ugye elpusztítója lehetséges, de hát ugye, mint mondtam, hogy veszélyes esetén is, mivel kb. 250-300 méter átmérőjű, tehát ilyen regionális pusztítást okozhat. Persze az újságokban az úgy jött le, hogy Európát fogja telibe találni, kérem szépen. Ez olyan, mint a Meteor című filmben, a régi amerikai filmben, ahol volt az amerikaiak, ugye ilyen űrhajójuk volt, és volt a szovjet, retteget Iván űrhajó, ami úgy nézett, mint a sündisznó, hogy jártak ki benne a vörös csillagos sarlókalapácsos rakétát. Isten bizony, soha nem láttam sarlókalapácsot, egyetlen rakétán sem, pedig olyan voltam katona. És akkor ott egybevőzétek, sőt, az egyik orosz valami űrhajón a Jupiter körül járt, és gyorsan megfordult és jött vissza, ugye, mert veszélybe van a Föld. A Föld úgy nézett ki, mint valami kohós alak. Úgy jött fel, és szétlőtték, és mi történt? Kérem szépen, három darabra esett. Ugye a három darab, az egyik Washington célozta meg, a másik Moszkvát célozta meg, na a harmadik mit? Harmadik világban Ulán-Batort, kérem szépen. Úgyhogy aztán a Sean Connery is játszott benne, úgyhogy ő volt a klassz ember. Na most mi történik? Itt ez a diamant többször szerepel. A pontos számítások alapján kiderült, hogy van egy 6000 kilométeres sáv, amin belül megy a kisbolygó, és ezen belül van még egy 600 méteres sáv, hogyha azon megy keresztül, akkor 28 fokkal eltérő a pályája, mégpedig úgy, hogy most 30 pillanatos puskázok. 323 nap alatt kerüli meg a Földet, illetve a napot, és az eltérítés után pedig 428 nap alatt fogja megkerülni. Hogyha egész pontosan, ugye kijön az, hogyha 426,12 stb. Nap alatt kerüli meg, akkor 7 év alatt pontosan 6 keringést végez a nap körül, és 2036, tessék most megkapaszkodni, április 13-án becsapódhat a Földben. Na milyen napra esik ez az április 13-a? Na, nem, vasárnapra. Ne tessék már bedülni itt a babonáknak. Igen, így nézne ki a 2029-es közelítés. Egy más profilból. Tehát 30 ezer kilométer a legközelebbi pont. Ez a bizonyos animáció nagyon szépen le lehet játszani. Csak az a baj, hogy ő ezt a bizonyos perturbációt nem veszi figyelembe. Tehát a program szerint 2036-ban az égvilág egész máshol járnak, de ugye hát az jó lenne, hogyha animáció is a program részt venné. Na most itt ez az első számítások alapján, ugye ez a bizonyos lehetőségek pontja. Tehát arra van a nap, itt van a hold, és akkor ezen a vonalon lehet akárhol. Tehát ez volt az első feltételezés, tehát az ütközésnek a lehetősége is fennáll. Itt az animáció szintén ugyanerről, ott megy a hold, és csak idáig számolunk. Úgyhogy ez csak mutatja ezt a lehetőséget, hogy ugye az első számítások alapján ekkora hiba határra. Hát ez elég nagy, ugye, mert azért a veszélyes benne van. Mint akkora, ugye, hogy nekem ekkora lenne a kezemőtted, és akkor így mellé ütnék a zsolónak, és akkor ekkora kezemből csak találna valamelyik része. Mondjuk nekem is fájna. Igen, még egyszer ez a keskeny hely, és akkor pont ez az ablak van bejelölve, ez a 600 méteres ablak, itt még közelebbi, itt ugye le lehet olvasni 50 ezer kilométer, és ez körülbelül
Hát ez kicsit nagyobbat mutat, én nem tudom miért ez a skála, mert ennél sokkal kisebbnek kell lenni. Tehát ez a bizonyos bizonytalansági sáv. Na most, hogy ezen a bizonytalansági sávon, pontosan azon a 600 méteres ablakon megy keresztül, akkor 28 fokkal eltérül, és az a bizonyos, hogy ugye 6 év alatt 7 keringés, és 2036. április 13-án ütközhet a Földdel. Na most ez az egyetlen, ez nem biztos, hogy lesz, de vegyük úgy, hogy elképzelhető, hogy megtörténhet, és erre föl kell készülni. Megvannak a módszerek, hogy milyen módon lehetne. Hát igen, ez egy ilyen kis helyi locsanás fog csinálni mindjárt, és pontosan ezt fogja eltalálni, nem tudom mi ez, valamilyen amerikai kisvárosnak a öble. Jaj, de szép. Nem itt készült a Madarak című film esetleg? Ugye hát aztán a filmek is elkezdtek ezzel foglalkozni, ugye én el vagyok tiltva az ilyen Deep Impact-tól, meg a Armageddon-tól. Ugye jön a Bruce Willis a hős csapatával, kérem szépen, aztán azt a képet nem raktam be, amikor a két űrrepülőgép így egymás mögött repül, és válnak le róla a segédrakéták, meg a tartály egyszerre. Úgyhogy nagy kalamajka lehetne, de sietnek szegények, ugye, mert hát ők a klassz gyerekek, nekik meg kell menteni a világot, és különösen Bruce Willisnek kell, hogy a koszos atlétra szkafanderben majd megfúrja az üstököst. Ez valamilyen szkafander, ez nem a űrszka, ez már biztos a film, nem láttam a filmet, ki látta? Igen. El vagyok tiltva tőle. Ugye itt fúrják az üstökös, kérem szépen, nagyon csúnya ez az üstökös közelről, tessék megnézni. Amerikai zászló azért ki van tűzve. Fú, csúnya, venyegető. Ott még az valami fúróeszköz, egy fúró, nem tudom, hogy fért be a rakterébe a űrrepülőgépnek, de itt van. Aztán ez azt hiszem elromlik, és akkor kénytelen kézzel fúrni, vagy ő maradott, és saját magával fölrobbantja. Na aztán nézhetünk, ugye, mert a darabok a Empire State Buildinget is eltalálják, az a kép is volt, de ilyen kicsi lett volna, nem mutattam. Na most ugye félre az ilyen komolytalanságokkal, gyakorlatilag a technológia megvan arra, hogy megpróbálkozzunk egy ilyen kisbolygónak a megfelelő időben való megközelítésére, megvizsgálására. Ugye itt egy példát mutatok, a Neil Ulszonda ugye az Eros körbevizsgálta, és utána egy ügyes manóverrel le is szállították. A felszítési? Egy üres... Tessék? Nem tört össze, gyönyörűen leszállt, szép lágyan leszállt Érosznak a felszínére, csak kár, hogy a kamera meg pont itt alul van. Milyen klassz lett volna, úgy tud leszállni, és akkor utána még egy ideig csinálja a felvételeket, mert a nap azért rásít a napelemtáblákra. Tehát meg lehet közelíteni egy kis bolygót, és le lehet rá szállni. Meg lehet vizsgálni az anyagát, ugye, mint például a Deep Impactnál is, ugye csináltak egy ilyen belövést, és akkor a ilyen üstökös magra, és gyakorlatilag utána elszálló szonda meg vizsgálta, hogy mi történt, és lehet, hogy az üstökösnek majd vizsgálják a pályát, és kiderül, hogy ez a robbantás, ez csinált neki akkora impulzust, hogy mondjuk 10 év alatt eltérül a pályája. Na most nekünk a 10 év az már eléggé fontos lehet, tehát ezt meg lehet oldani. Ugye sokféle feltétel, hogy lézerrel meghevíteni, és akkor az a hevített anyag ugye kilöve el onnan, és akkor az is odébb tudja mozgatni. Sokféle módszer van majd, hát itt a leglehetségesebb módszerekről beszélünk. Tehát gyakorlatilag ugye akár a csillagháborús tervekkel, de ilyen dolgokra fel lehetünk készülve. Megvan rá a technika, ez például ugye a Hayabusa szonda, ugye leszállított két darab kis egységet, meg ő is megközelítette az Itokawa kisbolygót. Ő talán próbált felszippantani a anyagot, hát most még nem derült ki, hogy egyetlen vissza tudják-e hozni. Mindenesetre az is nagy dolog volt, hogy ezt meg tudták közelíteni, és többször próbálkoztak vele, tehát olyan távolságból. Hát igen, az közben kiderült, hogy a japánok azok, amit az amerikaiak még ekkorában csinálnak, ők ekkorában csinálják meg, és egy ilyen picike szondában azért sok minden benne van, hogy tud annyit, mint a nagy amerikai. Erre volt ez most nem csak a japánokra, hanem a távol-keletiekre, most hallottam nemrég, hogy ugye lesz Shanghaiban a világkiállítás, és akkor valamelyik okos fószer fölállt, és azt mondta, hogy akkor kinyílik a világ a kínaiak előtt, és majd meg fognak lepődni. Erre mondta neki az a magyar államtitkár, akinek ez a feladat a kínai kapcsolatok, hogy nem, vagy te fogsz meglepődni. Tehát ugye ők már nagyon úgy állnak, hogy akár a kínaiak is, hogy most nem ezekre a cipőkre, meg a ruhákra gondolok, de van nekik egy-két egyéb dolog is. Hát akár megnézik az űrkutatásuk most, hogy éppen hogy áll. Tehát megvan rá a módszerünk,
És itt kezdődik megint az Apophisnak a ötletéből. Hát ezt az egy képet találtam, és Schweikart űrhajós, aki az Apollo 9-nél a Holdcombnak a pilotája volt, és őt lehet látni, mikor mászik ki így a Holdcombból, tehát még a föld körüli pályán volt, ugye Hold program, Apollo kísérlet, Apollo 9-nek, és ő a B612 alapítványnak az elnöke. Mi ez a B612? B612, kérem szépen, B612. Mi ez a B612? Kis hercegnek a kis bolygója. Azt, amit az a török csillagász megtalált, és nem hitték el neki, és amikor már európai ruhába mondta el, akkor már elhitték neki. De amíg ott feszbe volt, meg ilyen görbe papucsba, addig nem hitték el neki. Tehát ő a kis herceg bolygója, tehát kis bolygója. Hogy kell ezzel visszalépni? Hogy? Ja, jó van akkor. Ugye hát ezt a képet találtam, hogy egy becsapódás, és az a bizonyos kis a Apophisnak a lehetősége, és különböző terveket dolgoztak ki a Schweikartnak a csoportja, ezeket állandóan ismertetik, szépen le is lehet tölteni a honlapjukról. Többek között olyan üregységeket juttatnának el a veszélyes kisbolygóhoz, legalább 2021-ig el kell juttatni, tehát 2014 vagy akár most el kell fejleszteni ezeket a szerkezeteket. Megközelítik az Apophist, vagy beállítja, ez a traktornak hívják egyébként, vagy beleáll a szondába, és akkor rakétaimpulzust ad neki, vagy kering körülötte egy nagy tömegű, tehát ebből a keringésével is egy olyan impulzus nyomatékot ad, hogy el tudja téríteni a pályájáról, vagy pedig egy másik érdekes, hogy szintén beleállítja, és vontatja. Lehet látni, hogy itt visszafelé állnak a fúvókák. Tehát olyan impulzust adnak neki folyamatos, hát ez nem olyan lesz, mint amikor a Nick, vagy hogy hívják ezt a erőművész, hogy elkezdi a kamiont húzni, mert ezt nem lehet észrevenni csak egy pár év múlva, hogy mennyire fog eltérni a pályára. Mindenesetre elég lesz arra, hogyha ezt 2021-ben megoldják, hogy 2029-re már olyan távolságra kerüljön, hogy a pálya változás már ne legyen veszélyes 2036-ban. És érdekesség, itt jól lehet látni, hogy ugye itt van a Föld és itt a Hold nagy távolban, és éppen mentjük meg a világot ezzel a traktorral. Közben az ESA-nak is volt egy érdekes programja, itt szó sem volt az Apophisról, de föl lehetne használni rá. Ez a Don Quixote program. Valahol olyan volt, hogy a Don Quixote kisbolygót akarják megkerülni, de csak egy forrásban láttam, az is magyar volt. Szóval nem biztos, csak maga a programnak a neve Don Quixote, és két űrszondát használnak, az egyik a Hidalgo, a másik pedig a Sancho. A Hidalgo az, aki neki megy a szélmalmoknak, és a Sancho az, aki nézi, hogy mit csinál a főnöke. Ugye a Hidalgo, ugye ő a Sancho Panza. Először még Baltazert, meg Rosinantét is használtam, hogy az egyik a szamár volt, a másik pedig a lova. Na most itt az lesz a feladat, illetve azt tervezi az ESA, az Európai Űrügynökség, hogy elindítják a Sancho-t, a Sancho megkezeleti a kisbolygat, akár kering körülötte, pontosan felmérik, akár műszereket bocsátanak a felszínére, ugyanis kiderült, hogy nagyon sok, akár üstökös mag, akár kisbolygó, nem egy tömör valami, hanem egymáshoz tapott részecskék. Tehát egy halmaz, egy kavics halmaz, amit a gravitáció tart össze. Na most, hogyha véletlenül nagyon megrobbantják, akkor az nagyon szétesik, és akkor jön ugye a Moszkva, Ulan-Bator, stb., akkor még lehet, még Budapest is kap, sőt Szeged is kaphat, sőt Vecsés is, kérdez. Közel van Budapesthez. Tehát előtte jól meg kell vizsgálni az anyagát a kisbolygónak, milyen a tömege, nagyon pontos adatokat kell, és utána jön az a bizonyos szonda, tehát ez a Sancho, és jön a Hidalgo, amelyik belecsapódik. Ez egy elég nagy tömegű valami, tehát nagy erővel belecsapódik a kisbolygóba, ott a távolba lehet látni a Sanchot, nézi, hogy minek megy neki a főnöke, és utána vizsgálja, itt már megtörtént a becsapódás, itt lehet látni a szonda darabjait, megtörtént a becsapódás, és akkor a Sancho jó alaposan megvizsgálja, hogy milyen volt a kilövelés, akkor valószínűleg anyagvizsgálatot is végez, tehát legyen a elméleti szakembereknek is valami anyag belőle, és azt a hasznot végrehajtja, hogy valamilyen módon csinálnak egy kis pályamódosítást. Ugye, és itt már a robbanás után a Sancho figyeli, hogy mi történt. Hát gyakorlatilag ugye hasonló, mint az a bizonyos Deep Impact szonda végzett a... Milyen üstökös volt? És itt nem múlik be. Köszönöm. Köszönöm.
majd a interneten nézők. Igen, hát ezt most még egyszer nem fogom elővenni, ez véletlenül benne maradt a két képbe. Tehát reményünk van arra, hogy ezt 2010-től vagy 2010-ig a tervek pontosan meglesznek, sőt a fejlesztések is elindulnak, és 2021-ben akár a B612 alapítvány munkája alapján akár a Európai Űrügynökség ezt meg fogja oldani, és akkor az AFOSIS téma le van zárva, vagy nem. Ugye a holnap ilyen történik, de a képen van, akkor már úgyse tudjátok tőle ezt számon kérni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Van-e valakinek kérdése, amire esetleg én nem tudok válaszolni? Egy nevetik, és mi van, hogyha úgy sikerül, hogy a földet kérdünk, tehát a pályát mégis... Nem, hát az nagyon pontosan ki tudják számolni, meg tudják oldani, igen. Szóval nem mindegy, hogy jobb oldalról vagy bal oldalról kapja a pofon, tehát az ugye vagy neki esek a szekrénynek, vagy nem esek neki a szekrénynek, tehát ez azért eléggé pontosan megtervezik. Tehát nem mindegy az. Hát ez a, ugye a fékezési módszer, ami ott az előbbi képen volt, hogy ugye beleragadt, és akkor a fúvókákkal megfékezik például. És már a fékezés is már annyira akkora pályaválasztás, hát a gravitáció hat rá. Tehát akár a Földnek a gravitáció, akár egyéb égitestnek a gravitációja. Tehát egy olyan perturbációt okoz, zavart okoz neki, ami egész más lesz neki a pályája. Csak ez a furcsa, ugye, hogy milyen érdekes, hogy ugye 28 fokkal eltér egy bizonyos határon belül, az veszélyes lehet. Nem biztos, hogy ott fog elmenni, lehet, hogy odébb fog elmenni, vagy még messzebb, de mindesetre ez nagyon jó lehetőség arra, hogy ezt a technikát a Földön ki tudják fejleszteni, és a későbbiek folyamán. Hát erre szoktam mondani, hogy most ugye, hogy mostanában mennyien van, nem mostanában van, az a baj, hogy régebben nem tudtunk róla. Hát lehet, hogy úgy elmen, hát ott van a Tunguz meteor is, ugye? Hát ugye úgy becsapódott, hogy mindenki elcsodálkozott, mert ilyet sose hallottak. Sose láttak ilyesmit, ugye most már az előre tudnánk róla, úgyhogy ismerjük a nagy részt ezeknek a veszélyes kisbolygóknak a pályáját, és most már technika olyan, ezt meg is tudnánk oldani bizonyos lehetőségek szerint, meg hát egyetértés kell, az a szokásos, nem tudom milyen faroknak hívjam, ugye, hogy egyetértés kell a nemzetek között, Moldovánál a vörös farok volt, de az más volt, meg zöld farok, amikor a természetvédelemről beszélünk. Tehát az egyetértés kell, és a legfontosabb ugye az a Monte Cuccoli féle effektus, ugye, hogy pénz, mert ingyen azt se fogják adni, még azt, hogy a világot megmentsék ingyen ugyan. Létezhet egy olyan pálya, amit nem ilyen fokozatos közelítése, tehát amit nem lehet a mostani módszerekkel előre jelezni, tehát nem több keringés után találkozik a Földre, hanem csak valami kérdésen van. Hirtelen? Igen. Nem, én nagy égitesteknél nem. Nagyobb égitel kisiknél igen, de hát az történik is. Ezt folyamatosan kapunk. Tehát akár egy méteres, vagy akár 10 méteres is. Én mondtam ugye, hogy azért elég sokat észleltek. Igen, de amikor azt már észreveszik, mert most már észre tudják venni, akár a Neptunusz távolságába is, és akkor a pályát nagyon pontosan ki tudják számolni. Ez nagyon pontosan, persze, hát azt előre ki tudják számolni. Te védekezni is tudnod kellene, vagy csak hát most még egyelőre csak kiszámítás. Na, most egyébként rendkívül fontos erő, hát én nem vagyok ebben igazán szakember, de a Jupiter, szóval a nagy bolygók azok nagyon sokat segítenek abban, hogy összeszedik az ilyen szemetet. Tehát azért mi védve vagyunk. Többek között a földi életnek a egyik feltétele az is, hogy olyan nagyobb égítés kering a naprendszerünk a külső térségben, mint például a Jupiter, hogy ezeket vagy be tudja fogni, vagy el tudja téríteni, vagy össze tudja gyűjteni. És ez a Schumacher lév ugye nem a Földet sorozza meg, például. Igen, és ma saját magába szét is szakította, hogy akkor vették észre, amikor 21 darabba volt már, és előre meg is tudták mondani, hogy hogyan fog. Hát ugye akik itt voltak, emlékeztek rá 94 nyarán, ugye, hogy az ember nézte a Telementorral, ugye mondták, hogy most ott a becsapódás, és egyszer csak jött be 15 perc múlva már ott volt a Ford, becsapódási Ford. Hát ez akkora élmény volt, hogy még a lányom is észrevette egyből. Búcsúzunk az internetes